Városunk szülőt a Temperamentó című koncertjével kedveskedett a közönségnek, mely vidámsággal, dinamizmussal és életörömmel volt teli. A hallgatóságot stílusokon és korszakokon átvezette Szentpéteri Csilla zenekarának segítségével, amely új taggal is bővült a közelmúltban. Van egy új tagunk, aki egy személyben jazz trombitán és világzenei hegedűn játszik, ami hát nagyon érdekes, mert én két zenész kerestem erre a hangszeret, tehát kerestem egy trombitást, meg kerestem egy nagyon jó hegedűst, és aztán ez a two in one, ugye annyit mondják a reklámban, hogy tényleg bejött, sikerült találnom egy olyan muzsikust, aki mind a két hangszeren nagyszerű. A közönség tegnap este vizuális élménnyel is gazdagodott, mely végig kísérte az egész koncertet, és így mindenki megérthette a zene üzenetét. Ugye négy LED falon zenére komponált filmek láthatóak, amiket Fülöp Csaba, az én férjem készített. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Úgy éreztem, hogy kellene egy ilyen komplex audiovizuális élményt nyújtani, ahol nem csak a zenét hallgatják, hanem van egy vizualizáció is, amit így össze tudnak kapcsolni a zenével. De nyilván az is nagyon fontos volt, hogy a vizualizáció, tehát a látványvilág azért ne nyomja el a zenét, hanem alázattal szolgálja azt, tehát hogy egy dinamikai kísérő legyen. A zongora művész és zeneszerző koncertjét ámulattal csodálta a közönség. A nagy sikerű koncertsorozat az egész országban ismert már, a tegnapi show a 37. állomás volt, ősztől pedig nemzetközi turnéra indul a zenekar.